99.tv. Otthon, város, Ferencváros. 40 évig élt a Közraktár utcában Varga Katalin, sok ismert gyermekmese írója. Életutak, irodalmi pályázat idősebbeknek, tavaszi zsongás, lakótelepi festőművészek kiállítása, 7 európai ország diákjai jártak kerületünkben. Szeretettel köszöntjük Önöket! A Gögös Gunár Gedeon és a Mosó Masa Mosodája című mesekönyvek szerzője Varga Katalin 85 éve született. Életének nagy részében Ferencvárosban a Közraktár utca 12/A szám alatt élt. Születésének évfordulója alkalmából Ferencváros önkormányzata emléktáblát helyezett el az épület falán. Az ünnepélyes avatón családtagjai, gyermekei és unokái is részt vettek. Egy olyan ház előtt állunk, ahol 40 évet élt Varga Katalin, itt Ferencvárosban. Az én emlékeimben a Gőgös Gunár Gedeon és a Mosó Masa Mosodája, ez a két könyv, ami talán a legjobban megmaradt a több olvasott közül. Azt gondolom, hogy nem véletlenül, hiszen ezek több, mint mesekönyvek, ezek oktató és nevelék könyvek, hiszen megtanítja például a Mosó Masa Mosodája, hogy mikor csé és mikor TS. Mondjuk a csé betű, mikor, hogyan írandó. Teljesen méltán és jogosan mondhatjuk azt, hogy Varga Katalin művei a meseterápia körébe tartoznak, hiszen aki az ő meséit olvasta, abból tanulta a helyesírást, az legalábbis rossz helyet már nem kaphatott. Nekem a kedvencem a kesztyűmese, öt állatkáról szól, akik beköltöznek az erdőbe egy kesztyűbe, és nagyon érdekesen megtanítja az embert, tudat alatt is, hogy különbözőnek születünk, de attól, hogy különbözőnek születünk, attól még mindenki megtalálhatja az életben a boldogulást. Jobb esetben minden gyermek sok-sok mese közepette növekszik fel, önökre ez különösen igaz volt. Igen. Igen, négyen vagyunk testvérek, ebből hárman vagyunk itt, a Mátyám sajnos nem tud eljönni. Tulajdonképpen itt meg vagyok hatódva, és az ember megilletődött ilyenkor. Az érdekes az benne mindazonáltal, hogy a anyámnak azok a meséi, amiket magától mondott, amiket nem írt meg, azok talán még jobbak voltak, mint amiket megírt. Tehát nekem az a legfőbb gyerekkori emlékem van, mondjuk anyám és a mesé kapcsolatából, hogy az anyámnak a esti meséi, amiket úgy szabadon mondott, azok mennyire izgalmasak voltak, és milyen sokat jelentettek. De alapvetően önök egyfajta szűrőként működtek? Tehát ha elkészült egy mese, ha megszületett egy mese, akkor először önöknek mondta el? Hát ez változó. Nem tudom egyébként, az szóval, tehát ezt nem tudom ennek a metodológia, hogyan ment anyámnál. Olvastuk is a könyveket, mondjuk én 62-ben születtem, tehát nyilván én már belenőttem be az egészbe. Testvéreim azok idősebbek, mint én, ők valószínűleg ezeket végig is érték, még élőszóban is. Aztán voltak öntörténetek, amiket rólunk írt, már a gyerekeiről, unokáiról és a többi. Hát nyilván egy ilyen eleven közeg volt. Anyám nagyon szeret a gyerekeket, akiképpen ez volt az egésznek az egyik magja, hát sok minden más mellett. Önnek melyik a kedvenc meséje édesanyjától? Talán a Gögösnek a végén a dinnye mese, ami tulajdonképpen lehetetlen történet, hogy arról szól, hogy a veréb és az egér egy vándorútra indulnak, meg keresik a kincset. És mennek, és aztán elkapjuk egy vihar, és belemásznak egy dinnyébe, aminek kirágják a belsejét. És jön egy vihar, és elkezdi mosni ezt a dinnyét lefelé a folyóba. És hát ezt megijed az egyik, aztán a másik az vigasztalja, és folyamatosan keresi a kincset, ami a kezükben van, mert a kincs tulajdonképpen a szeretetet, amiket egybefűzi, meg a barátságuk. És akkor ez elég megható, mert ebben nagyon lassanként jön rá, hogy itt hol csatlan az ostor. És tudom, ez egy próza, de ez egy elég erőteljes, ritmikus próza, tehát akiben versként is lehet olvasni, és a gyerekek még jobban szeretik. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt életút pályázaton díjazott művek szerzőivel szerveztek beszélgetést a Börzsöny utcai könyvtárban. A minisztériumi pályázathoz hasonlóan a Ferencvárosi Önkormányzat idősügyi koncepciójának keretében hamarosan kiírásra kerül a Ferencvárosi Életutak pályázat. Alapvetően idősebb embereknek írták ki a pályázatot, akik már 60. életévüket betöltötték. Pontosan az volt a lényeg ennek a pályázatnak, hogy mi az, amit a újabb generációknak történelmi tapasztalatot, életút tapasztalatot át tudunk adni, vagy át tudnak ők adni, át tudnak hagyományozni. Amikor olvasta a pályázati kiírást, akkor miért érezte úgy, hogy önnek meg kell írnia a saját történetét? 6 unokám van. Mindig kérdezték, hogy volt az, és nem tudtam elmondani, mindig eltört a hangom. És akkor
ezt véletlenül láttam meg, ezt a hirdetést, és akkor úgy éreztem, na ezt nekem írták ki, és azóta felszabadultam, most már tudok róla beszélni. Mikről szól ez az élettörténet, tehát mik azok a kiemelt fontos pontjai, amik bekerültek az alkotásba? Ez 56-ról szólt, akkor 5 éves vegyészmérnök hallgató voltam, és hát hihetetlen lelkesedéssel vonultunk ki. Én láttam azt, amikor az a fiatal lány kidugta a zászlót, és kitépte belőle a kommunista címert. És hát csak egy napot éltem meg ebből, vagy kettőt, mert aztán én már kórházba kerültem. De hát az se volt olyan nagyon egyszerű dolog. És onnan is hamar el kellett mennem, mert kerestek. Megsebesült akkor? Igen, megsebesültem, súlyosan megsebesültem. A bal lábam rövidebb maradt, zárójelentés szerint 3 centivel. Hát ebből nem lehet kigyógyulni, mert a csontot is szétlőtték tulajdonképpen. Akkor ezek szerint az írásos segített feldolgozni? Igen, igen. Most már a gyerekeknek tudok erről mesélni, az apró dolgokról is. Nagyon erős nemzedékről van szó, akiknek nagyon fiatal koruktól kezdve meg kellett tanulniuk a túlélésnek a furfangjait is, ennél fogva egy nagyon kitartó nemzedékről is van szó, és ezzel is szeretnénk példát adni a következő generációknak. Az életútpályázat mintájára hogyan képzelik el a ferencvárosi életutak pályázatot, tehát kiknek a jelentkezését várják majd? Tulajdonképpen hasonlóan a minisztériumi pályázathoz szándékozunk ezt a pályázatot is kiírni. Ferencváros egyébként is, az otthonváros Ferencváros jegyében is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a szűkebb otthonunkat, környezetünket ismerjük. Ezért gondoltuk, hogy megszólítjuk azokat az idős embereket, akik egész életüket, vagy életüknek egy részét Ferencvárosban töltötték, és akár egy egész életet, akár egy kisebb életszakaszt, akár egy történelmi eseményhez kötődő élettörténetet írhatnak a 60 év feletti idősek. Én azt gondolom, hogy nem fogjuk itt a korhatárt azért olyan-nagyon szigorúan betartani, tehát mindenkinek a jelentkezését várjuk. A pályázati kiírást a ferencváros.hu honlapon, a Ferencváros újságban és természetesen a TV képújságában is megtalálható. Az elkövetkezendő 1-2 hétben biztosan meg fog jelenni. A lakótelepen élő festőművészeknek nyílt hagyományos tavaszi kiállítása a Dési Huber Művelődési Házban. Az alkotások május 31-ig láthatók. Tavaszi zsongás az idei kiállításnak a címe, és bár a tavaszi jó idő még hiányzik, de azért az alkotói kedv az megvolt? Hát sajnos igen, az hiányzik, de pontosan éppen ezért szedtem össze a lakótelepnek a gyöngyszemeiből a festőket, hogy egy ilyen tavaszi hangulatot hozzunk ide. És hát így egy zsongás végeredményben, mert az alkotóművészek is itt születtek, itt élnek, úgyhogy... Én arra gondoltam, hogy ez így köszöntjük a tavaszt. Szentendre nagyon kedves városkám nekem, és ott hallatlan, csodálatos részlegek és zugok és lépcső részek, és nagyon szép házak vannak, és megtetszett tetszésemet, úgyhogy míg bírta rábom, addig oda kijártam. Ott is készítette a alkotásokat? A hazlatokat, a fényképeket, igen. És akkor hazavittem, és akkor 2-3 formációban készült képből csináltam egy újat. Mit jelent az idősebb ember számára, ha alkothat, ha festhet, hiszen itt most, akik kiállítanak, ugye már mind idősebb korúak? Hát pont azt, amit Csíkszentmihályi Mihály ír például, hogy milyen fontos lenne, hogy az emberek a hasznos, meg a fenntartató tevékenységeken kívül egy ilyen hobbi tevékenység, vagy alkotó tevékenység is részt vegyenek, ez adja a dolgoknak az értelmét. Tehát azt látták, hogy aki ezeket megengedi magának, tehát alkot,
ami aztán legkülönbözőbb lehet a gobelentől kezdve a festészet, meg az írás, meg a költészet, itt úgy nem a minőség lenne az érdekes. Sokkal könnyebben átéleti a boldogság, a motiváció, a koncentráció élményét. Hát meg azt, amit ugye mindenki keres, a flow élményt, amikor belefeledkezik valamibe, és akkor árad belőle valami nagyon fontos dolog, amit ugye meg is tud mutatni másoknak, mert pont ez lenne a lényeg, hogy hát egyrészt saját maga vonatkozásában, mert ezek a többiek számára, és ez egy közös társas élmény, akkor még inkább felejtődik ez a hatás. Hadd mondjam azt, hogy egy nagyon-nagyon jó társaság. Szóval ilyenkor azt mondom, hogy a művészet összetart bennünket. Hogy mit jelent az, hogy az ember egy közösségben van, és fest, és alkot, és örül a másik sikereinek. Szóval én ezt nagyon szeretem csinálni, ebbe fáradhatatlan vagyok. Ferencváros történetével, nevezetességeivel is megismerkedhettek azok a fiatalok, akik a Comenius Live program keretében 7 európai országból érkeztek kerületünkbe. A program hazai résztvevője ugyanis a Vendel utcai Közgazdasági Politechnikum. A ferencvárosi iskolák körében nagyon népszerűek a különböző Comenius pályázatok. Mi ennek azok, miért jók ezek a pályázatok? Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ne csak tantermi környezetben tanuljanak idegen nyelveket, hanem lássák annak valós célját, valós hasznát, hogy ők idegen nyelveket tudnak beszélni. És középiskolai szituációban a Comenius projektek nagyon sok segítséget nyújtanak ebben. Ez a harmadik találkozó, 2 éves egyébként a projekt, összesen 6 találkozó lesz ez a harmadik, tehát a program felénél vagyunk most, és októberben Belgiumban, Angienben voltunk, januárban Torre la Végában, Spanyolországban, és most itt vagyunk, jövőre pedig Lengyelországba, Hollandiába és Franciaországba fogunk utazni. Ezen kívül pedig Olaszországból és Németországból vesz részt egy-egy csapat ebben a programban, és a program célja alapvetően az, hogy esettanulmányokat készítenek a gyerekek, illetve oldanak meg. Mi konkrét esetünk például az internetes letöltés-feltöltésre vonatkozik. Nagyon izgalmasnak találjuk ezt a témát. Az a feladatunk, hogy olyan kérdéseket tegyünk föl, amik minket is érdekelnek ezzel a témával kapcsolatban, és lehetőleg a külföldi diákokat is. Mint például mi érdekel titeket ezzel a témával kapcsolatban? Hát például, hogy mondjuk miket lehet letölteni legálisan, vagy mennyi mennyiségtől számít már illegálisnak a letöltés, vagy egyáltalán az feltöltés mondjuk, hogy illegális-e, hogy milyen módon lehet úgy hozzájutni, hogy ne legyen törvényszegő. Mind a 8 esetet mind a 8 iskola megoldja, és utána ezeket összehasonlítgatjuk, és megpróbáljuk megnézni, hogy a különböző országokban ezek az esetek, ezek a kérdések hogyan néznek ki, és ez az összehasonlítás az, ami a fő cél, hogy megnézzük, hogy ez az egységes Európa, amit mi egységes Európának nevezünk, az tényleg annyira egységes-e, vagy pedig azért mekkora és milyen jellegű különbségek vannak. Ferencváros híreivel jövő héten is várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Kilenc pont TV. Otthon, város, Ferencváros.